Én az utóbbi időben nagyon sokat olvastam az új medicináról. Megmondom őszintén, rendkívül elgondolkodtató, tudományos, összefoglaló rendszernek érzem. De én, mint hagyományos orvos, belgyógyász, aki ugyan nyitogatta a kereteket, mégis nagyon sok kérdés vetődött fel, és ezeket szeretném, ha tisztázhatnánk. Többek között felvetődött, hogy van ennek a rendszernek valamilyen bizonyítéki alapja? A legnagyobb erőssége ennek az új medicinának, hogy bárhol, bármikor, bárki által igazolható. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogyha hozunk egy embert, és megnézzük az elváltozásait, és az új medicinában leírt ismereteket, információkat rákérdezünk és kikérdezünk, akkor ezt lehet ellenőrizni. Tehát például egy daganat kialakulásához el kellett szenvedjen egy konkrét feltételeknek megfelelő érzelmi konfliktust, és ez ugye, ha még benne van ebben a konfliktusban, tehát növekszik, tegyük fel a máj daganata, vagy hasnyálmirigy daganata, akkor ez kikérdezhető, hogy valóban így van-e. Ezen kívül agyi CT-leletekkel ez teljes mértékben alátámasztható, igazolható, attól a pillanattól, hogy becsapódott ez a bizonyos DHS, ez a biológiai konfliktus, ez CT-felvétellel kimutatható az agyban. Ez egy fényes bizonyítéka annak, hogy először is a lélek létezik, másodszor, hogy közvetlen kihatása van a testre. De még mielőtt bárki másban megbíznánk, vagy bárki másra hagyatkoznánk, a legfontosabb az, hogy mi saját magunkon tudjuk ellenőrizni. Gyakorlatilag az orvosi egyetemeken 6 éven keresztül a különböző betegségeknek az okát próbáljuk megtanulni, megismerni. A megoldást többnyire a gyógyszerek szedésével vagy ajánlásával próbáljuk gyakorlatilag megvalósítani. Mégis a korábbi gondolataiban utalt arra, hogy Hammer doktor szerint a betegségek igazi okát talán a konvencionális orvostudomány nem helyesen ismerte fel. Mi a vélemény erről? Valóban ez egy kemény kijelentés Hammer doktor részéről, aki ugye említsük meg, hogy amellett, hogy belgyógyász szakorvos, emellett a teológia magisztere, és még fizikus is, tehát az ő szájából elég meredek kijelenteni egy olyat, hogy a régi orvostudományban egyetlen megbetegedést sem ismertünk fel helyesen. Ez sajnos igaz. Azt kell mondjam, és ugye itt a szemléletekből fakad a fő eltérés, vagy nézeteltérés, hiszen régebben azt gondolták, hogy a betegség, az elváltozás a testünknek a tönkremenetele, elromlása, kórokozók támadása, vagy éppen megbolondult sejtek álmokfutása. Aztán fel napvilágra kerülnek ezek a biológiai természettörvények, és látjuk azt, hogy nemhogy nem értelmetlen, hanem konkrét biológiai értelme van. Ami a régi orvostudományban tény volt, tehát feketén-fehéren kimutathatóan tény volt, ez itt is tény, csupán ezekből a tényekből levont következtetés valami egészen más, mint amit korábban gondoltunk, hiszen beigazolódott, hogy az elváltozásoknak köze nincsen rossz indulathoz, vagy alattomos kórokozóknak az aljas támadásához, hanem ezek a korábban betegségnek vélt tünetek tulajdonképpen a testünknek egy nagyon intelligens biológiai válaszreakciója egy konkrét érzelmi megrázkódtatásra. És a legfőbb célja ezeknek, hogy alkalmazkodjunk, hogy alkalmassá tegyen minket a túlélésre. Hagyományos orvosként sajnos el kell ismernem, hogy nagyon sok betegség okát az orvostudomány eddig nem találta meg. Tehát nagyon sok olyan betegséget ismerünk, amiről feltételezések vannak jó esetben, hogy mi okozhatja. Kétségtelen, hogy az érdeklődésemet alapvetően ez keltette fel legelőször az új medicína iránt. Egyre inkább úgy látom, hogy gyakorlatilag a gyógyító az orvos kezében egy hallatlan
széleskörű lehetőséget tett Ámer doktor és munkacsoportja, hiszen, ha jól értelmezem, gyakorlatilag minden komolyabb betegség elváltozás hátterében megoldatlan lelki konfliktusok húzódnak. És hogyha sikerül megoldani, akkor gyakorlatilag a beteget hozzásegíthetjük ahhoz, hogy saját magát meggyógyítsa tulajdonképpen. Na most azért az embereket, mondhatnám az emberiséget, olyan rettenetes, félelmet kiváltó betegségek, mint a daganatok, rabul tudják ejteni. Szinte tudatalatt mindenki attól retteg, csak a daganattól óvjon meg engem a teremtő. Nem tudjuk kikerülni, hogy a daganatokkal kapcsolatos új medicinai állásfoglalást egy picit ne járjuk körbe, hiszen az emberek, amikor belecsúsznak ebbe a történetbe, akkor mint egy halálos ítéletet kapja meg az orvosától, és talán ez a daganatos elváltozás, hogyha jól vettem ki a szavaiból, ez a szervezet egy megoldási törekvésének is tekinthető. A megbetegedések két szakaszból állnak. Vannak olyan biológiai különprogramok, ezek az belső csiralemez származású mirigyes szövetek, ahol a konfliktus aktív alkalmazkodási szakaszban látjuk a daganatot. Ez a daganat, ez egy alkalmazkodási daganat. Vannak olyan szervek, szervcsoportok, szövettípusok, amelyeknél az aktív, konfliktus aktív szakaszban sorvadást látunk, tehát a szövetek csökkenését, nekrózisokat, léziseket, a megoldás utáni szakaszban pedig pontosan sejtszaporulat általi újjáépítést. Tehát ez nagyon fontos momentum, ugye, amit egyébként Hippokratész is leírt, hogy minden lázas állapotot megelőz hidegrázás, hogy a megbetegedések két szakaszban zajlanak le. Na most Hámer doktor tudományos kutatásai feltárták azt, hogy mi az oka annak, hogy az a bizonyos szövettípus mindig daganatot produkál az aktív szakaszban, és a megoldási szakaszban pedig elbontást, daganat elbontást, gyulladás, ödémásodás kíséretében. Tehát ez az egyik legfontosabb pont, hogy először is ez a daganat rejtély végre megfejtésre került. Ha valaki kap egy rákdiagnózist, hogy kedves hölgyem, uram, magának egy hatalmas és rosszindulatú daganata növekszik, akkor most már tudjuk, hogy az nem rosszindulatú, hanem egy értelmes biológiai válaszreakció a megoldatlannak érzett konfliktusomra, vagy egy másik szövetnél, a velőállomány vezérelte szerveknél, ahol sorvadás volt a konfliktus aktív szakaszban, ott a megoldási szakaszban látjuk a sejtszaporulatot. Ha ilyenkor kap valaki egy ilyen diagnózist, hogy kedves hölgyem, uram, magának csontrákja van, és ezek a csontsejtek szaporodnak, és ez emiatt a gyulladt terület fájdalmai azok, amik ennyire kétségbeejtőek, akkor még az ember a fájdalmakat is jobban elviseli, nem esik kétségbe, és tud valóban türelmesen, ki tudja várni a gyógyulási szakaszt. Arról pedig, hogy ezekkel a hamis adatokkal, ezekkel a téves információkkal, hogy rosszindulatú rákos elváltozás, rosszindulatú betegség, ezzel bizony következménykonfliktusokat lehet kiváltani, az emberek kétségbe esnek, és így létrejönnek a hagyományosan áttétnek nevezett tünetek, vagyis egyre több biológiai konfliktusa van az illetőnek, és egyre több elváltozást fog produkálni. A test különböző pontjain lévő elváltozások, a különböző sejtszaporulatok, sorvadások egymással fizikai összeköttetésben nincsenek. Nem létezik olyan, hogy egy ráksejt elvándorol a testnek egy távoli részébe, ott letelepszik, gyökeret ver, és eszeveszett burjánzásba kezd. Már csak azért sem lehetséges, és itt megint a bizonyítékokra hivatkoznék, hogy alátámasztották, hogyha az idegpályát, ugye a vegetatív idegrendszernek a bekábelezését az agy és a szerv között elvágják, akkor azon a szerven
már nem tud kialakulni daganat vagy sorvadás. Roberto, ezek a most elmondott dolgok a daganatokról, a metasztázisokról azért kérdőjeleket vetnek fel bennem. Ugye a daganatos betegeknek a túlélési esélyeit többnyire 5 év után szokták mondani, hogy akkor már majdnem úgy néz ki, hogy sikerült meggyógyulni ebből a betegségből. Tehát a betegek hatalmas izgalomban várják az időszakonként elvégzett kontrollvizsgálatok eredményeit, hogy van-e áttét a csontban, vagy bárhol máshol. Igen. És ez egy borzasztó érzés. Iszonyatos szorongással várják a leleteket, és akkor most kiderül, hogy talán valódi metasztázisok, áttétek nem is nagyon léteznek. Tehát mondjuk elég gyakran vannak a gyomorban daganatos elváltozások, amelyek időnként hát a májba adnak ismereteink szerint áttéteket. Most ezek szerint, amit a májban találnak, az talán nem a gyomordaganatnak az áttétének tekinthető? Amit a májon találnak, az nem lehet egy elkóvájgott gyomorsejtnek az áttétje. Először is szerkezetileg egészen másképpen néz ki. Tehát itt megint olyan tényeket feszegetünk, amire bizony előbb-utóbb rá kell nézni, hiszen hogyha valóban a gyomor nagy kanyarulatának, a hengerhám szövetnek lenne az áttétje a májban, akkor gyomorsejteket kellene találnunk a májban. De nem, tömör, karfiolszerűen növekvő májsejteket látunk. Gyakran előfordul az, és ez egy fontos dolog, hogy egy gyomor daganatos embernek megjelennek foltok a máján, göbök, különböző sűrűségű gócok a májnak a mirigyes parenchima szövetében. Na most, ennek az az oka, hogy akinek gyomor daganata van, és tegyük fel, azt mondják neki, hogy hűha, ezt a daganatot most ki kell éheztetnünk, most speciális diétát kell folytatnunk, egy radikális életmódváltozást kell csinálni, és az az ember, tegyük fel, aki egész életében szalonát evett kolbásszal, most zöldséglére van kárhoztatva, könnyen előfordulhat az az érzés benne, hogy éhezem, hogy nem ehetem meg azt, amit szeretnék. Na most ez az érzés, ami valóban egy kellemetlen, egy borzalmas érzés, fogja beindítani a máj mirigy szövetének a sejtszaporulatát, aminek a biológiai értelme pedig az, hogy az extra májszövet extra máj funkciót biztosít, magyarán akár ugyanannyi táplálékból is több proteint, több ATP-t tud előállítani. Tehát nagyon fontos, hogy ha már így a részletekbe megyünk, akkor tegyünk különbséget, tudományosan is, hogy a máj daganat, annak fizikailag semmi köze a gyomor daganathoz. És még egy markáns dolog, úgymond a következő bizonyíték arra, hogy áttétek nem léteznek. Ha valakinek van mondjuk egy gyomor daganata, akkor ennek a góca az agytörzsnek a jobb oldalán kimutatható a CT felvételen. Hogyha feltűnik egy májelváltozás is menet közben, akkor ennek is kimutatható a góca az agytörzsben, és most már két körkörös formációt, két gócot látunk az agyban. Az a feltételezés, ahogyan az úgynevezett áttétek létrejönnek, az nem helytálló, az egy merő feltételezés, semmilyen alapja nincsen. Itt valójában egyre több konfliktusnak, egyre több elváltozásáról van szó. És a legcsodálatosabb dolog, hogy amíg az érzelmi konfliktus megoldatlan, addig egyre fokozódik, egyre súlyosbodik az elváltozás. Ha a konfliktus megoldásra kerül, akkor másfajta tünetek jelennek meg, belépünk a megoldási helyreállítási szakaszba, és magunktól meggyógyulunk. Külső beavatkozás nélkül zajlik le a gyógyulás, ha ezt lehetővé tesszük.